Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai vendégünk dr. Vladár Sándor, olimpiai bajnok, a Magyar Úszó Szövetség elnökjelöltje, és hát nem mellesleg a Jövő SC ügyvezetője, illetve a MOB utánpótlás sport egészségügyi bizottság tagja, ami azért nagyon fontos, mert az elmúlt sok-sok évben, én azt hiszem, erről hallottunk a legkevesebbet, arról igen, hogy olimpiai bajnok, arról igen, hogy a sportág dolgaitól kicsit azért távol tartja magát, még akkor is, hogyha elnökségi tag, de hát nem volt a sportágtól távol, és talán ez az oka annak, hogy a tagság nagy része téged keresett meg először, illetve téged kért fel arra, hogy gondolkodj el azon, hogy vállalod-e az elnöki jelöltséget, és igen, igazán érdekelne, hogy mi volt az a legfontosabb érv, amiért azt mondtad, hogy igen, belemész ebbe. Igen, azt gondoltam és azt éreztem, hogy a tagság egy jelentős része azt szeretné, hogy induljak el ezen a választáson, mire tessek meg, és az az elvárás, hogy végre nyugalmat hozzak a sportág történetében. Én úgy gondolom, hogy erre alkalmas vagyok, nyilván ezt is meg kell tanulni, egyfajta harc kezdődik, a harc az nem az én műfajom, de uh, inkább a küzdelem, ez most kicsit harc, uh, és azért is érzem ezt egy kicsit harcnak, mert olyan bomlasztó erők jelentek meg a uh, magyar uh, sportéletben, vagy akár a úszó életben, akiket igazából a maguk súlytalanságában az eredménytelenségében kellene elsüllyesztenünk, hiszen a magyar úszósportnak a megítélése az nagyban függ attól, hogy ezek a rossz erők, ha tetszik, mennyiben tudják a közvéleményt befolyásolni. Egy mérhetetlen lejártása van a magyar úszósportnak, ami nem csak nem De miért rólam szól, nem, nem, rólam szól, hanem, hanem arról szól, hogy, most már le fog szivárogni az edzők, versenyzők szintjére is, hiszen azért ne felejtsük el, hogy Magyarország úszás az egy, az egy magyar érték, egy óriási nagy sportérték. Cselászlóról a rajta ezbe 1500 fényképet találunk meg. A VB a most a, a, a nemzetközi újságírók azt hiszem 300 akreditáció volt más sportágakat figyelembe ennek a tör, töredéke. Tehát nagyon nagy az érdeklődés. Uh, minden családban van egy gyerek, aki úszni tanul. Tehát nem egy baseballról beszélünk, vagy nem egy, nem egy teniszről. Ez, ez, egy érdeklődésre tart számot, értéket képvisel. És én azt gondolom, hogy ezt a folyamatot folytatni kell, hogy, hogy tényleg csináljuk azt meg, hogy egy, egy Milák Kristófot ne hagyjunk elveszni, vagy egy német Nándort, vagy Kése hogy támogassuk uh, csináljunk belőle egy eladható, egy eladható értéket. Hiszen, hiszen ez láttuk, hogy ezt meg tudja valaki csinálni, hosszú katinkánál ez pontosan látszik, hogy egy igen, igen. komoly brendet építhet fel. Igen, mi ezt szeretnénk, Több, sok, többek között. Legyen végre valamiféle olyan pénzügyi marketing, management terv, amit külsős ember akár tudja végezni. Legyenek új szponzorok bemondva tényleg legyen átlátható a, a pénzelosztás. De miért üge? nem sikerült ezt a elérni az utóbbi A pénz jusson el a, a, magukhoz, a, a egyesületekhez. Ilyen a... problémák vannak? Igen, Ilyen hát tényleg, legalábbis sok visszajelzés van, és ezt mi érzékeljük, és mi szeretnénk abba az irányba elmozdulni, hogy az egyesületek végre elégedettek legyenek, hiszen azért közben olyan problémák is felmerülnek, hogy a TAO támogatás kapcsán a vízfelőtti díjak jelentősen megemelkedtek. Tehát kiszorul az úszás az a úszodák világából. A, minden gyerek tanuljon meg úszni programban. Olyan akreditált úszóedzők vegyenek részt, akik valóban tudják képviselni ezt az értéket, akik ki tudják választani ebből a mérhetetlen tömegből, a több tízzel gyerekről beszélünk, a tehetségeket, akikből majd most, mint látjuk, Milák Kristóf, Késajajna és a többiek hogy vigyázzunk rájuk, támogassuk Igen, őket. de ez a sportszakma, amiről te beszélsz, és hát miről kéne beszélned neked, aki elnöket szeretnél lenni ennek a sportágnak, hanem erről, de itt van azért ez a háttér, amit mondtál az imént, hogy bomlasztó erők, nem tudom, hogy ha akarod, akkor nevesíted is ezt, ha nem akarod, akkor nyilván nem. Nem de... akarom nevesíteni, mert mindenki tudja, kiről van szó, és a, nekem az a gondom, hogy össze kell zárni az értéket képviselő magyar úszótársadalomnak, hogy ezeket kizárjuk. De miért érdekel e... bárkinek bomlasztani ebben a sportágban? Azért, mert olyan erők vannak, akik tényleg sikertelenek. Semmilyen meghatározó szerepet nem e, tudtak adni a magyar úszósportnak, vagy közéletnek. Semmilyen programban, továbbképzésben e, nem vettek részt. Eredménytelenek. És valahogy mint kristályosodási mag köré csoportosulnak ezek az erők, akiknek az a céljuk, hogy Szentlélek, Szűzmária, bárki lehet az elnök jelölt, megbukjon. Megbukjon a Magyar Úszószövetség a Magyar Úszósport. Az elmúlt napok történéseiből azért látszik, amiről beszéltél itt néhány mondattal ezelőtt, hogy azért itt nem, nem, csak ellenfelekről, hanem ellenségekről is van szó, és lesz itt harc bőven. Ugye nem egyedül indulsz ezért az elnöki posztért, hanem uh, Horváth Gergely Domokos, Hornyák Viktor, Tóth István és Cene Attila társaságában, és amit mondta, hogy meg kell tanulni harcolni is tényleg, tehát te, aki versenyző alkat vagy, tudjuk, olimpiai bajnoki címet nyertél, tehát teljesen nyilvánvaló a dolog, de mégis te vagy az, akiről mindenki el tudja képzelni, hogy megnyugvást hoz ebbe a sportákba. Ez, ez a harc dolog, ez neked? A harc az nem erről szól, tehát nem harcolunk egymás ellen, majd a közülés eldönti, hogy uh -huh. közülük kit választanak meg. Nem is akarok nyilatkozni ebben az ügyben, mert nincs miért, tehát ezt majd eldől 24-én. Én azt gondolom, hogy mi fölálltunk most egy olyan tengelybe, egy kellő támogatottsága, van egy olyan sportszakma mögöttünk, akik tényleg ezt a vonalat tudják képviselni. És, és én azt akarom, hogy ez a harc megszűnjön, hogy ne, ne a harcról beszéljünk, annak itt helye nincs, itt az úszásról kell beszélni. Azért 2017 a minden idők egyik legeredményesebb éve volt úszás szempontjából. Európában jellemzően mindig az első háromban benne van a magyar úszás, az európai úszásport, vagy akár a világ élvonal első ötbe folyamatosan. Most megint van egy olyan lehetőségünk, 5-6 olyan kiváló utánpotláskorú ö, már a felnőtt ö, világklasszis kategóriába tartozó versenyzőnk van, akikből lehet építkezni. Ezek, ezek fognak jelenteni a, igen, ezt is lehetett látni az utóbbi hetekben, amit mondasz, hogy az úszótársadalom nagy része egységbe kovácsolódott. Nyilván ennek az is oka, hogy azért látszik, hogy vannak problémák, és akkor egy irányba húzzák a szekeret. Ez egyébként egy nagyon Meglepő dolog volt azt hiszem sokak számára, nagyon régen láttunk ilyen egységes kiállást valami mellett. Ez vajon azért van, mert nagyon sok az eredményes versenyző ebben a sportákban, akik azért pontosan tudják belülről, illetve hát annak a karriernek a kapcsán, amit már életükben végigcsináltak, hiszen azért ti mindannyian sikeresek vagytok a magánéletetekben és a magánpraxisokban is, szóval hogy ez a kétféle tapasztalat itt együtt képes elvinni ezt a sportágat a jövőben? Én azt gondolom, hogy zsenikről beszélünk. Tehát a zseniálisak, a úszóedzőink. A, a, a versenyzők fölállnak a rajtkörre, leusszák, fölkelnek hajnal öt órakor, megcsinálják napi penzumot, tehát rájuk kell építkeznünk. Ők érzik azt, hogy csak úgy tudunk továbbiakban együttműködni együtt, közösen ezekért a célokért, hogyha ha összekovácsolódunk végre. Azért volt ennek a magyar úszósportnak 15-20 nagyon szép éve. Én szeretném, hogyha ez, eh, visszatérnének ezek az idők, és megvan -e ez a támogatottság, akár eh, szponzori részről a tájékozódásnak megfelelően eh, a sportszakma odáll, olyan eh, új emberek eh, tudnak bekerülni ebbe a eh, keringésbe, akik valóban a szakmába jöttek, és szeretik a magyar úszást, és tudják, és az előző rendszernek talán, ha egy mondatban csak annyit, hogy Szóval ők nem az, a sportvilágában, nem szerették igazán a magyar sportot. De azt mondják, hogy menedzser típusú vezető kell ezeknek a, a sportágaknak az élére, mint ahogy láthattuk, hogy Binet Gusztáv is mondta az elején, hogy ő menedzser típusú vezető, és nem szakmai vezető Igen, lesz. ezért gondoltuk azt, hogy lesz majd egy olyan külsős sportot szerető érdekképviselet, mondjuk így, aki felvállalja azt, hogy felépítse ezt a brandet hiszen nyilván én ebből a szempontból kevés vagyok, az ő támogatottságuk az viszont lehetővé teszi, hogy értéke legyen, tehát amiről az előbb beszéltem, tehát megvan ez minden adott ahhoz, hogy sikeres legyen a magyar úszósport, és ne, legyen, tehát ne legyenek rossz vízhangok, hogy ki veszi fel a telefont egy magyar úszószövetségbe, hova kell irányítani, tehát mindenki tudja a helyét, hogy meddig tart a hatáskör, Kihez kell ez ezzel a problémával, hogy legyenek visszajelzések, ha gond van, vagy Schmidt Gábor, bocsánat, Kajak ő lemegy és megnézi a versenyzőket, én is le fogok menni. Tehát ez másképp nem működik, tehát az, hogy a televízióban, egyéb helyen parádézunk, és óriási retorikával mondjuk el a programunkat, az már itt kevés. Hát hamarosan kiderül majd, hogy ennek a vetélkedésnek, és akkor most már nem használom a harc kifejezést, mi lesz a vége. Én sok sikert kívánok természetesen minden elnök és aztán érdeklődéssel várjuk a folytatást. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzá. Én is köszönöm szépen. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.